Sok más kötelezettség mellett ilyen komoly dolgokat is teljesíteniük kell a református általános iskola elsőseinek. Bal fülüket jobb kezükkel fogva tettek erős fogadalmat, az ilyesmi pedig komoly dolog, ettől visszalépni már nem lehet. A refiben komoly hagyománya van a fogadalomtételnek, ám a több éves tapasztalatok alapján roppant kevés az olyan elsős, aki a matek füzetben tartja 10 óraiját. Iskolánkban hagyomány már ez a palántapiknik, ezt már jó néhány éve rendezzük. A nagyok, a másodikosok szervezik a kis elsősöknek, ezzel fogadjuk be az elsősöket. Van egy humoros, játékos fogadalomtétele, és akkor szívesen ezt elmondják a kis elsőseink. A fogadalomtétel után következnek a különböző játékok, körjátékok, beszélgetés, piknikezés. A szülők erre az alkalomra kifejezetten lekváros papucsot, pogácsát sütnek, és limonádét isznak a gyerekek. Ez egy nagyon hangulatos, nagyon vidám, ezt nagyon várják már a gyerekek is, a tanítónénik is, és akkor itt szeretnénk megköszönni a szülőknek a segítségét, a sok süteményt, és a tanítónénik szervező munkáját. Esküszöm, esküszöm, hogy a mai naptól, hogy a mai naptól szorgalmas iskolás leszek. Szorgalmas iskolás leszek. Boldogan indulok, boldogan indulok reggelente iskolába. A palánta piknik hagyományainak elidegeníthetetlen eleme, hogy a rendezvényt a komoly iskolai tapasztalattal bíró másodikosok szervezik, a fogadalom szövegét is ők maguk írják kis segítséggel, és ők is ellenőrzik annak betartását az egész tanévben.